néhány dolog, amit tisztáznunk kell. Például, ha elindítunk egy fájkezelőt, akkor gyakorlatilag hozzájutunk a fájkezelő kapcsán ahhoz, hogy a háttértárolón lévő állományainkat mi közvetlenül kezelni és elérni tudjuk. Beállítottuk, ismerjük, hogy hogyan az egyes részeit. Azonban nézzük meg egy kicsit mélyebben az állományokat, magukat, amiket használunk. Itt a helyi lemez C meghajtó, ha nincs becsukva ez a gép, akkor láthatod is kapásból, ugyanis általában a C meghajtó az, amelyikről az operációs rendszer betöltődik a számítógép bekapcsolása során. Az operációs rendszered, ebben az esetben az enyém a Windows 10, és ezen is gyakorlunk órán, néhány fontos, az operációs rendszerrel együtt telepített könyvtárat és abban lévő állományokat láthatod. A Windows könyvtárat, a programfájlok, X86, programdata, programfiles, a felhasználók mappát. A felhasználók mappában a számítógépre jelszóval bejelentkezéssel rendelkező állományoknak, felhasználóknak az adatai, illetve az ő beállításaik vannak tárolva. Ezen belül van a dokumentumok könyvtár a saját neved alatt, és ez a saját dokumentumok mappád, a saját képek, saját letöltéseid. Tehát mindenki, aki felhasználóként bejelentkezik a Windowsra, az saját dokumentumok, képek mappát kap, és ezt külön kezelheti. A telepített programok a Program Files könyvtárba, vagy a Program Files X86 könyvtárba, és ezek használják a telepített alkalmazások még a Program Data könyvtárat is, illetve a Windows is használja. A Windows programjai azok a Windows könyvtárban találhatók. Ha például belépsz a Windows könyvtárba, légy szíves, itt ne törölj, ne mozgass semmilyen állomány, de nézelődni lehet, akkor ha lapozunk lefelé, akkor itt például az E betű környékén találunk egy ilyet, hogy Explorer Exe. Ez maga az Exe kiterjesztés, vagy az Execute futtatható állomány, nézzétek csak, file leírása, Windows intéző. Ez az, amit mi úgy használunk, mint file kezelő. Tehát ha duplán kattintok rá, akkor már is a file kezelő indul el gyakorlatilag. Tehát ő maga az Exe állomány. Nézd csak egy kicsit lejjebb. Itt van a Notepad Exe. Voilà! A Notepad Exe maga a jegyzett tömb. Ha duplán kattintasz rá, itt van a jegyzett tömb program indul el. Ez maga az alkalmazás, maga a program. Amit a start menüben bezártam most a fájkezelőt, amit a start menüben ikonként látsz, számológép, paint, tehát itt a mozaik, a csempék között, vagy az asztalon, már beszéltünk róla, hogy ezzel a kis nyillal a bal sarkában ikonok, ezek mind-mind parancs ikonok, ezek nem maguk a programok. Na nézzük meg, hogy ez hogy működik, hogy lehet például egy ilyen parancsikont létrehozni. Nem a hivatalos és a szabályos utat mutatom meg, hanem a legegyszerűbbeket fogom megmutatni. Figyelj! Először is indíts egy fájkezelőt, és menjünk vissza oda, hogy C meghajtó, Windows könyvtár, és keressük meg újra a Notepad Exe. Ha egy állományt vagy könyvtárat kijelölsz, és nyomsz egy N betűt, akkor rögtön a következő N betűvel kezdődő állományhoz vagy könyvtárhoz visz. Ha többször megnyomod az N betűt, akkor lapozol az N betűsek között például. Itt a Notepad Exe. Azt mondtam erről, hogy ez maga az alkalmazás, ha ezt letörölném innen a Windows könyvtárból, akkor nem tudnám a jegyzettömb programomat többet használni. Azonban, ha jobb egérgombbal kattintok, és azt mondom, hogy küldés, asztal parancsikon, akkor létrejön az asztalon egy parancsikon a Notepad Exe-ről. Hú, de jó lenne, ha ebben a káoszban meg kéne találnom. Itt van, megvan. Notepad Exe parancs ikonja. Nézd csak, ennek van az sarkában egy kis nyíl. Ez az parancsikon. Jobb egérgombbal kattintva rá, megnézve a tulajdonságait, azt látod, hogy a C meghajtó Windows könyvtárán belül a Notepad Exe állományt fogja elindítani.
az asztalon, tehát nem maga a program van, hanem egy parancsikon, egy nyomógomb, amelyik arra hivatott, hogy elindítsa a programot, és itt a program üres, hiszen nem mutat meg semmit, hiszen nem nyitotta meg állományt, csak az alkalmazást indítottam el. Hogyha például egy TXT kiterjesztésű állományra kattintok bárhol, nekem az asztalon van egy pár, mert szoktam ilyen mindenféleképpen, mindenféle dolgokat időnként itt áron is elfelejtem letörölni. Tehát, hogyha egy szöveges dokumentumra kattintasz, akkor azt látod, hogy nem csak, hogy elindította a jegyzett tömböt, ez maga a dokumentum volt, tehát ez nem egy parancsikonra kattintás, itt egy dokumentumra kattintottam, ami for TXT, és a tartalmában rögtön megnyitotta ezt. Na most, hogyan tudok másképp parancsikont létrehozni? Például látod, hogy itt van ennek a for TXT-nek, ennek hogyan tudok parancsikonját létrehozni, bármilyen exe állománynak. Jobb egérgombbal megfogom, odébb húzom, és azt mondom, hogy parancsikon létrehozása itt. És már is ott van a parancsikonja. Ez a parancsikon azt mondja, hogy indítsd el a jegyzettömböt, és nyisd meg, nem, bocsánat, nyisd meg a for TXT-t, a for TXT, mivel TXT a kiterjesztése, ezért a jegyzettömb programot indítja el, és megnyitja a for TXT-t. A parancsikonokat akár nyugodtan le is törölheted. Vigyázz arra, hogy azonban, hogyha törölsz egy olyat, amelyik programot indít, akkor lehet, hogy nem csak a parancsikont akarja letörölni, hanem megkérdezi, hogy magát a programot is akarod-e törölni. Például telepített programoknál ilyen előfordulhat. Nekem például van parancsikonom a Flashback Recorderhez, amivel ezeket a videókat felveszem, nyomok egy delete-et, és hát nem kérdezte meg, hogy a parancsikonon kívül mást is akar-e, de hát nézzük meg a TeamViewer-t. Hát mostanában úgy látszik nem kérdezik. Például előfordult már egyszer-kétszer, hogy parancsikon törlése nem távolítja el a programot, csak a programra mutató ikont. Aha, és akkor mutatja, hogy a programok és szolgáltatások eszközzel tudod magát a programot is eltávolítani. Jó, no tehát ez a parancsikon létrehozása egyszerű módon. Tehát bármelyik dokumentumról csinálhatsz parancsikont, jobb egérgombbal megfogod, elengeded, és parancsikon létrehozásait. Ez nem a program, nézd meg 2 kilobájt, ez az alapértelmező, ez az adatállomány, és ez pedig a rámutató parancs ikon. Jó, akkor ennyit a parancsikonokról.